Az ünneplés pillanatai a Nyíregyházi Egyetem dísztermében, ahol a felkészítő tanárok és a diákok pezsgővel kocintanak a közös sikerekre. Véget ért ugyanis a 36. országos tudományos diákköri konferencia, amelyről a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számos helyezéssel tértek vissza, amiért rektori dicséretben részesültek. Stekler Dávid például külön díjat nyert a lakásotthonban és nevelőszülőknél élő gyermekek témájában végzett kutatásaiért. Kíváncsi voltam arra, hogy mennyiben határozza meg a gyermekeknek a személyiségét, a tanulási motivációját, esetleg a munkaértéktesztjét, vagy a munkához való hozzáállását, az, hogy milyen intézményi formában nő fel. Ugye a lakásotthon az olyan, hogy egy 10 fő él benne, a nevelőszülő meg egy családiasabb közeg. És nyilván a konklúziók azt voltak, hogy a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek sokkal inkább szocializáltabbak, sokkal inkább érvényesülnek a családi értékek, könnyebben tudnak alkalmazkodni a társadalomban. Még a lakásotthonban élőknél van egy ilyen fajta bezártság, nagyon nehezen szocializálódnak, nagyon nehezen alkalmazkodnak a társadalomban. Rengeteg hátránnyal kell megküzdködniük, éppen ezért nagyon sok a lemorzsolódás úgy a körükben. A legtöbb eredményt a hallgatók a testnevelés és sporttudományi szekcióból hozták haza, köztük egy első helyezést, amelyet Hódos Péter Levente harmadmagával közösen végzett kutatása vívott ki. Dolgozatukban a zene és a sport közötti összefüggéseket vizsgálták. Szerencsések vagyunk a témaválasztásunkat illetően, mert valamilyen szinten mindegyikünk közel állt ez a téma, ugye a zene és a sport közötti összefüggéseket vizsgáltuk, amely kutatási nagyjából egy másfél évet ölelt fel, melyben egyébként elég sok munkát áldoztunk, tehát több interjút is készítettünk, valamint nagy elemszámú kérdőívvel is dolgoztunk, és egész sokat töltöttünk el azzal is, hogy tanulmányozzuk az előzetes tudományos anyagot, és nagyon, nagyon szeretnénk elsősorban köszönetet mondani témavezetőknek, dr. Moravec Mariannának, valamint az egész Sporttudományi Intézetnek, amelyet támogattak minket egész nagy volumenűen ebben a munkában. Dobróné Tóth Márta hangsúlyozta, az egyetemi hallgatók OTDK sikerei a diákok áldozatos munkájának és a felkészítő tanárokkal való szoros együttműködésnek köszönhetőek, amelyek a későbbi pályájukra is pozitív hatással lehetnek. A hallgatók szempontjából azért fontos, mert ők ugye a mindennapi szakmai tevékenységükön és a kötelező tanulmányaikon túl végeznek kutató műhelymunkát, aminek ugye az eredménye lett bemutatva ezen az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és ők ezzel pluszpontot szereznek a mester szakon való továbbtanulásukhoz, illetve a doktori iskolába való felvételinél is előnyt jelent számukra. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora úgy fogalmazott, a tudományos diákköri konferencián való eredményes részvétel nem csak a hallgatók számára rendkívüli elismerés, de fontos szakmai visszajelzés az intézmény számára is. Az, hogy egy országos felsőoktatási térbe méretkezünk meg, ez mutatja, hogy igen színvonalas és jó képzés folyik a Nyíregyházi Egyetemen, összemérhető az itteni tevékenység eredményessége, a nagy egyetemek, a fejlettebb régiók egyetemeinek a felkészítő munkájával. A hallgatók számára pedig egy nagy lehetőség saját maguk kipróbálására. Tehát egy nagy gondolati szabadsággal önként vállalt feladatot, komolyan véve a tudományos élet játékszabályai szerint ezt az utat végigjárja egy hallgató, és nagyon fontos, hogy pozitív visszacsatolást kapjon erre. Nem tévúton indultam el, jelentős eredményeket tudok felmutatni, és ezt a magyar felsőoktatási tér értékeli. A rektor hozzátette, az egyetem minőségi munkájának az egyik fokmérője a különböző helyezések darabszáma, és ez a jövőben forrásteremtő képességet is jelenthet az egyetem támogatását illetően. Az országos tudományos diákköri konferenciákat két évente rendezik meg, szekciónként különböző egyetemek és sokan a jövő tudósainak seregszemléjének tekintik, mivel 16 tudományterületi szekcióban, 11 városban hazai és határon túli felsőoktatási intézményekből a szakmai zsűri számára több mint 5000 hallgató mutatja be pályamunkáját.